Sziasztok! Ismételten üdvözletem küldöm Záhonyból. Szeretnélek tájékoztatni a legutóbbi bejelentkezésem óta történt fejleményekről. Mondhatnám azt is, hogy a keleten a helyzet változatlan. Azért van némi változás. De a menekülők de számát tekintve nincs változás, és úgy látszik, hogy úgy tűnik, hogy egy ideig nem is lesz. Mint említettem, a korábbi bejelentkezésemben is külön vonatokat állítottak be, ami már menetrend szerint közlekedik. A beérkező utasok egy része már átszáll ezekre a vonatokra, többiek váróterembe vagy a sántorba helyezkednek el. Napi szinten, vagy vonat szinten, inkább vonatonként több száz emberről beszélünk még mindig. És úgy tűnik, mondom, mint említettem, hogy nem csökken ez a mennyiség, ez a létszám. Most már az ország mélyebb részeiről is érkeznek, nem csak a határ közeléből, mint ahogy az első napokban. Ami pozitívumok, egyre több szervezet van, nagyon sok kis busszal érkező felajánlások érkeznek. Egyházi szolgálatok segítenek a menekülőket ellátni élelemmel, információval. Az önkormányzatnak volt egy elképzelése, amit részben sikerült megvalósítani. Egy nagyméretű sátrat sikerült felállítaniuk az állomás mellett. Így már megoszlik a menekülők száma nem csak a váróteremben, hanem a sátorban is. Le tudnak ülni, el tudják fogyasztani, amit kapnak élelmiszert. És pont az előbb jártam ott, és láttam, hogy valószínűleg egy okos ötlet vagy kérés. Töltési lehetőséget is biztosítanak a menekülőknek, telefonjukat feltölteni, laptopjukat feltölteni, konnektorokkal, hosszabbítókkal, elosztókkal, és úgy láttam, elég sokan igénybe veszik. Ott lenne a kérdésem, aki tud, azon túl, hogy a VDSS, amit említettünk, a korábban elkülönített 1 millió forintot felajánlotta, és átutalta az Áhonyi önkormányzat részére, hogy tudja segíteni a menekülteket, mert ugyan nagyon sok adomány érkezik, csak nem mindig azok, amire éppen szükség van. Hogy aki esetleg úgy gondolja, hogy szeretné támogatni ebbe a helyzetbe azokat, akik segítik a menekülőket, azok a önkormányzat elkülönített számlájára történő befizetési utalásra megtehetik, amit majd megjelentünk a honlapunkon. Az élelmiszerre, konzervekre, ilyenekre, hála Istennek nincs szükség, mert kapnak annyit, mondom. És ha esetleg szükség is lenne, akkor a forintosított adományokból ezeket meg tudják vásárolni. Köszönjük a eddig érkezett felajánlásokat, segítségeket. Reméljük, hogy mielőbb rendeződik ez a háborús helyzet, és ez a kaotikus állapot mi hamarabb véget ér. Köszönöm, sziasztok!